Sziasztok! Ma Mount és Petrendszerről szeretnék beszélni a Bless Online-ból. Amit érdemes erről tudni, az az, hogy bármit be lehet fogni, amit látsz a világban, szinte bármit. Régen szó szerint bármit lehetett, mert akkor még volt egy ilyen betűpet rendszer. Sajnos azt jelenleg kivették. Az annyi volt, hogy ha humanoid NPC-ket fogtunk be, tehát mondjuk ilyen szukubusz vagy ilyesmi, akkor általában abból betöpet lett és harcolt az oldaladon. Ez a paladinoknak és guardiánoknak szerintem nagyon hasznos volt, többi annyira nem szorul rá, de én mivel általában paladin vagyok ebben a játékban minden szerveren, most kivételesen nem a petek miatt, hogy meg tudjam mutatni, ezért nekem nagyon nagy segítség volt, de hát ha jövőben újra berakják. Nos, térjünk rá a pet és mount rendszerre. Benyomjuk az Y gombot, akkor itt látjuk az összes petet és mountot, ezeket én már befogtam. Alapjáraton, amikor eljutunk az első városba, akkor ajándékba kapunk egy lovat, ahhoz általában tartozik még nagyjából 10 darab másik ló. Ez azért van, nehogy kidobjuk őket, mert ahhoz, hogy upgrade-eljük vagy enchantoljuk a mountonkat, ezeket föl kell majd áldozni. Most nem emlékszem, azt hiszem alapból zöld volt ez a ló, és akkor grade up-olom, akkor a zöldből kékké rare hoppá válik, vagyis mondta, és akkor unlockolódnak ilyen speciális skillek, hogy mondjuk gyorsabban szaladsz, vagy mondjuk nekem volt egy olyan skorpióm, amelyik a dombon gyorsabban ment fel, mindenféle ilyen érdekességeket lehet kinyitni. Peteknél mondjuk ez sokkal hasznosabb, mert ott például ilyet nyitottam ki, hogy 42%-kal több gold dropot kapok, de az XP is lenne leghasznosabb az elején a fejlődéshez, ez majd mondjuk később az instákban lehet hasznos. És akkor meg is mutatom, hogy hogyan lehet ezt a befogást megcsinálni. Ugye látjuk, hogy van ez a kis beetle, ebből nagy valószínűséggel pet lesz és nem mount. Általában a nagyobbak szoktak mountok lenni, mint például ez a farkas. Kezdjük mondjuk ezzel a beetle-lel. Van ez a scroll, amit el kell tolni, és akkor elindul egy mini játék. A mini játék lényeg az, beleér abba a színes sávba a kurzor, akkor meg kell nyomni a space-t, és ezt kb. 3-szor vagy 4-szer el kell játszani. Hogyha egyszer elrontottuk, nem baj, még amíg van idő, addig lehet pótolni. Hát ha mázlink van, akkor lehet, hogy pont nem jön ki, attól függ, hogy milyen mobot próbálunk befogni, mert minél speciálisabb az a mob, annál nehezebb lesz ugye ez a mini játék. Ennyi. 3-4-szer kellett megnyomnom. Ami érdekességképpen mondanám, hogy a peteknél általában gyorsabban megy a csúszka, de szélesebb az, ahova bele lehet kattintani. Én legalábbis így vettem észre. Lehet, hogy tévedek. A mountoknál pedig lassabban megy a csúszka, de kisebb az a hely, ahova bele lehet kattintani. Úgyhogy most kisebb az a sáv, úgyhogy jobban oda kell figyelni, hogy mikor nyomod meg. És akkor azért, hogy tudjak enchantolni, többet be kell fogni, ebből érdemes, hogy nem tudom, 10-et, vagy amennyit akarunk, amennyi scrollunk van. És szerintem igazából, hogyha van egy kiszemelt mountunk, és azt akarjuk upgrade-elni, akkor rá lehet tolni az összeset, amit csak találunk. Nekem most van bőven, befogok párat, addig is látjátok, hogy hogy működik ez. Én már itt nagyon gyakorlott vagyok, csak hogy elszóljam magam. Na, hirtelen ennyi elég lesz szerintem. És akkor ugye itt külön van szedve a ground pet flying, most nekem sajnos még nincs, meg a pet fül. Kezdjük a mountokkal mondjuk. Amit fontos meg, nem tudom, említettem-e, hogy nem, azt hiszem nem. Van ez a fatigue rendszer, ez annyi, hogy elfárad a mount, hogyha használjuk, tehát ha már elővesszük, már akkor is egy kicsit csökkenni fog ez a fatigue. És ugye ahogy mozgunk, úgy egyre jobban, de az, ha egy helyben állunk, akkor nem csökken. Mert hát ugye akkor pihen, sőt, felfelé tölt olyankor.
Viszont, hogyha dombon megyünk, vagy ugrálunk, vagy ilyesmi, ami kicsit jobban kifárasztja a mountot, az ugye sokkal többet vesz le. Most, hogyha nem szeretnénk, hogy elfogyjon ez a fatigue és megmakacsolja magát a mount, és ne legyen hajlandó vinni minket a hátán, vagy akkor gyalogolnunk kell, akkor dismountolunk, és jön egy ilyen fatigue recovery item, amit cookinggal lehet csinálni. Ez egy kis répa tégely. Odaadjuk neki, és akkor visszatöltik, ugye írja, hogy melyik mennyit fog visszatölteni. És ugye látszik, hogy én ezt már upgrade-eltem, ezt a mountot, azért kék. Akkor lehet csak upgrade-elni egy mountot, hogyha elérte a maximális szintet azon a grade-en belül. Most ezt egy darabig úgyse tudnám upgrade-elni, mert 13-as, és még bőven megy fel neki a szint. Szintén level 2, tehát sajnos most hirtelen nem tudom megmutatni, de az enchantolást azt meg tudom mutatni. Érdemes azt felencsantolni, amelyiknél a remaining upgrade, meg a potential upgrade a legmagasabb, mert a többinél ugye változik ez a szám, 7-es, meg 0, 10, 1, ennél tűnik a legértelmesebbnek a szám. Bepakoljuk ide a hauntokat, és akkor látjuk, hogy mennyi lesz ebből, már level 3-ra fogja fel szintezni nekünk, elég sok XP-t adott, de teljesen az összeset bepakolhatjuk, amennyi befér. Lehet, hogy pont elérem a következő szintet is, level 4, így van. Ezt is lehet egyébként egy ilyen growth leap potival, vagy mi ez, segíteni, hogy több XP-t kapjon. Rányomunk, és ennyi az egész igazából. És most már level 4-es mountom. Minél magasabb a szintje egyébként, meg a grade-je, annál lassabban fog majd fogyni a fatigue. Úgyhogy ezért is érdemes felupgrade-elni, illetve a skill-ek miatt most ennek például még nincsen, mert zöld. De ő például kapott már egy mount speed-est, skill-t, hogyha nem tetszik ez a skill, amit kaptunk, akkor itt például lehet módosítani, ehhez is kell egy ilyen papír. Unlock potential-el meg ugye a következő skill-et lehet, ja nem, hogyha nincsen skillünk, akkor lehet kinyitni. Mert ugye ehhez már epic grade kell, ehhez meg legendary. És hogyha el akarjuk adni a mountot, akkor ugye berakhatjuk egy ilyen sealbe. Írja, hogy melyiket lehet szílelni, melyiket nem. Ezt a lovat például nem lehet, ezt a farkast lehet. És ami lényeges lehet, de ez már tényleg csak külsőség, ahogy nő a szintje a mountnak, meg a grade-je, úgy változni fog a külseje. Ezt egyébként egy ilyen karika feje előtt jelzi, hogy hol tart jelenleg. És mondjuk ez az alaplovunk, hogyha már nagyon magas szintű, akkor lesz belőle egy lángoló lóló, na, lángoló ló például. De mindegyiknek picit megváltozik a külseje, minél magasabb szintű. Azt hiszem, más nincsen. Ja, és teljesen random egyébként, hogy melyik mob mit ad. Tehát, hogyha tegyük fel az XP bónuszra fájja fogunk, és befogjuk ezeket a peteket, bármelyik adhatja. Tehát az egy dolog, hogy én mondjuk kapok egyszer egy gold dropos beetle-t, de a következő már lehet, hogy XP bónuszost fog adni. Teljesen random. Ezért is van ez a skill módosító fül, hogyha azt akarjuk kirollolni, akkor azt nyomogatjuk, vagy befogunk még 5000 másikat, és egyszer csak, hát ha mázlink lesz. Ja, és elsőre is lehet kék a pet vagy a mount, tehát nem feltétlen csak upgrade-del, hanem teljesen saját magától is lehet mázlink, hogy ez rögtön kék lesz. Azt hiszem ennyi. Köszönöm, hogy néztetek, remélem segített ez a kis tutoriál, és nem hagytam ki semmit. Sziasztok!